Sziasztok, Ádám vagyok, a tech2.hu-t nézitek, ez pedig az új Asus MemoPad 7 HD tablet, amelynek a rendszerét fogjuk megnézni, megvizsgálni, mit tud. Maga a készülék 7x kijelzővel rendelkezik, illetve Jelly Bean-t futtat immáron. Ez több főképernyőt is jelent, amelyeken a megszokott Asus-os widgetek modulok találhatóak, illetve kis mappákból összegyűjtve a gyártó, illetve a Google külön alkalmazása is, többek között természetesen ezeket tudjuk változtatni is. Alul menügomb, két oldalán pedig 3-3 ikon. Legalul van 3 darab szoftveres menügombunk, illetőleg van egy kis felfelé nyílunk, amivel mini alkalmazásokat nyithatunk meg, akár egy böngészőt is elérhetünk így, de van itt több mindenünk is. Fenti értesítési sávot, hogyha lehúzzuk, számos beállítási lehetőségünk van, kis gyors kapcsolók, fényerőállítás, még itt is wifi, audio beállítás, a teljes beállításokba belemehetünk, ez pedig már fehér háttérrel, illetve világos háttérrel rendelkezik. Belemegyünk a táblagép adataiba, láthatjuk az MS173X típusszámot és a 4.2.1-es verziószámot az Androidból. Van némi egyéni beállítási lehetőség. Illetve az Asus egyéni beállításon kívül nagyon sok olyan beállítási lehetőség nincs, ami egyedi volna ezen kívül, többi mint a megszokott gyári androidos. Menübe belépünk, itt majd, hogy nem ugyanaz fogad minket, mint már a PhonePad esetében is tette, ugyanazok az alkalmazásokat kapjuk szinte. Van egy Amazon Kindle olvasónk, egy app backupunk. Itt különböző alkalmazásokat tudunk, vagy akár az összeset is lementeni, és a hozzájuk tartozó adatokat is elmenthetjük akár gyári visszaállítás előtt. Van egy applockerünk, ebben lehetőségünk van bizonyos alkalmazásokat jelszóval védeni, ezt tehetnénk meg, hogyha elfogadná. De ezt valamiért nem akarja elfogadni a jelszót. Úgyhogy ezt majd kicsit később nézzük meg. Van egy Asus Artist alkalmazásunk, ami tulajdonképpen egy rajzprogramnak felelhet. Meg van több előre telepített kis képünk. Ide illeszthetünk akár fotót. Tehát ilyen egyszerűbb dolgokat készíthetünk, majd ebbe akár rajzolhatunk is, főleg stylus, hogy bármi ilyen módon mondhatni. Van néhány alapbeállításunk, szöveget hozzáadhatunk és felhőt meg hasonlókat. Tovább megyünk a menübe, van egy Asus Splendid kijelző beállítási lehetőség, színhőmérsékletet állíthatunk, illetve a színeken állíthatunk. Van egy Asus Story alkalmazásunk. Ebbe külön kis történeteket hozhatunk létre tulajdonképpen fotókból. Itt, ha elfordítom, látszik, mintha csak egy fotókönyvünk lenne tulajdonképpen az alkalmazásból. Itt igazából kirándulásokból, vagy eseményekből készített képeken mutathatjuk be
egy könyvbe zárva. Itt a fotóalbum alkalmazásunk, amiben simán sorakoznak a fotók, de ezeket tudjuk időrend és sorrendbe kész rakni éves listázásba, illetve akár havi nézetbe. Hely szerint beállíthatjuk, hogy hol készültek azok abban az esetben, hogyha geotaggingen van ellátva, illetve albumokhoz is lehet rendezni őket, például parti, vagy utazás, vagy esküvő témakörökben. Van egy jelzus tudunk, kis teendőlista. Beállíthatunk hozzá időt is akár, és ez figyelmeztet tulajdonképpen egy emlékeztető. Van egy audiovizárdunk különböző hangmódokkal. Böngészünk a Chrome mellett, megnézzük, hogy szolgál a ez netezés közben. Közben itt a billentyűzetünk a megszokott kék-szürke összeállításban, és található rajta ezen is numerikus sor. Természetesen Wi-Fi-re éppen fel vagyunk csatlakozva, de ahogy látom nem nyitja meg. Ez még azért érdekes, mert általában ugyanilyen távolságban szokott lenni. Aha, valamilyen kis problémája van. Tehát megpróbálunk igazából csatlakozni a Wi-Fi hálózatunkhoz, amit eddig az összes tablet szeretett. Lehet, hogy most a MemoPad 7 HD lesz az, amelyik nem barátkozik majd ezzel annyira. Nagyon úgy néz ki, hogy megpróbáljuk valami más módon akkor életre kelteni rajta a netet. Van egy egyszerű fájlkezelőnk. Van egy energiatakarékos beállításokat tartalmazó alkalmazásunk. Itt, hogyha ezt bekapcsoljuk, akkor visszaveszi, illetve optimalizálható a mód, vagy lehet ultra energiatakarékos, és itt egyébként láthatjuk a akkumulátor töltöttségének alakulását. Kamera alkalmazásunk. Itt megapixeles kameránk van, és igazából az előlapik kamera is meglehetősen jó minőségű képet csinál, 1,2 megapixeles. Itt vannak a beállítási lehetőségei, maximum 5 megapixeles képet készíthetünk, és akár HDR-ben is fotózhatunk, valamint még itt további beállítási lehetőségek sorakoznak. Ha átállítunk videós módra, látjuk, hogy Full HD-t tudunk rögzíteni akár, és azt nagyobb 30 FPS-es sebességgel is megtehetjük igény szerint. Van egy My Library Lite alkalmazásunk, ez egy könyvolvasó, kettő könyv van benne gyárilag, és tölthetünk le több könyvet is. Tudunk belerajzolni a könyvbe, jegyzetet hozzáadni akár, ami itt is marad, utána kereshetünk a könyvön belül, könyvjelzőt hozzáadhatunk. Van Zinio olvasónk, van egy tükör alkalmazásunk, hogy tulajdonképpen ennyi a hátlapi kamerát használja, illetve bocsánat, az előlapi kamerát használja és jeleníti annak képét meg. Van egy szülői zár alkalmazás, ezzel beállíthatjuk, hogy mit érjenek el a kód hiány a felhasználók, például gyerekek. Van egy play zene alkalmazásunk zenehallgatásra. A hátlapon van a hangszórunk. Ez a zenén azt mondom, hogy annyira rosszul nem szól igazából a hangszóró, meglepetés, tehát viszonylag elfogadható hangminőséget tud. Természetesen van Asus Web Storage tárhelyünk, Google Playünk, illetve van egy SuperNote Lite alkalmazásunk is jegyzetelni, ami megtalálható az összes Asus tableten. Ez volt tehát nagyjából az Asus MemoPad 7 HD Android 4.
2 rendszere. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a tech2.hu-n, hiszen több videót láthattok majd még erről a készülékről is. Sziasztok!